Békésváros önkormányzata és a Békésvárosi Kulturális Központ nevében tisztelettel köszöntöm Önöket a 48. Békés Tartósi Zenei Napok keretén belül a 11. fúvózenekari találkozón. Tisztelettel köszöntöm a mai est fellépőit, Csorvásváros fúvózenekarát és Mazsöret csoportját, karmesterüket, Debreceni Istvánt. Hódmezővásárhelyi koncertfúvózenekar, karmesterüket, Vágó János. Körösparti junior fúvózenekar, karmesterüket, Domokos Balázs. Találkozó házigazda zenekarát, a Békési Ifjúsági Fúvózenekart, karmesterüket, Bogoly Lászlót, a Békés Tarts Zenei Napok művészeti vezetőjét. Kedves vendégeink! Fúvózenekari találkozunk folyamán mind a négy zenekar egy-egy műsorblokk előtt mutatkozik be és ismerteti a saját műsorlistáját. A program végén pedig a zenekarok közösen előadott műsorszámokkal szórakoztatják Önöket. A ma estéhez jó szórakozást kívánunk! Szeretettel köszöntök én is mindenkit! Úgy beszéltem meg a zenekarvezető barátaimmal, hogy mindenki felkonferálja a saját műsorszámát körönként. Első műsorszámként fogadják szeretettel a Békési Fúvózenekartól, Kraul Antal, Zrínyi Dóriát.
Csapati Junior Fúgós Zenekar nevében. Az első szám, amit eljátszunk, ez egy amerikai induló lesz, Mark Williams tollából, Honorról Marcs. Thank you.
Sok szeretettel köszöntjük mindenkit a Hódmezővásárhelyi Koncertfúvó zenekar nevében. Köszönjük szépen Bagoly László kollégának, hogy ismét meghívott bennünket. Körülbelül 10. alkalommal vagyunk itt, ha jól sejtem. 11. Laci Márs úr is. Köszönjük szépen a meghívást. Igyekszünk a 11. meghíváshoz méltó műsorra kedveskedő közönségnek ma. Első műsorszámú Johann Strauss, a Toborzó a Cigányváró című operettel. Zeneszerző, Jakob Dahán műve lesz, amelyet a világban nagyon sokan szeretnek és ismernek a fúrzenekari körökön belül, és az a elmozdul, amit már fogom majd játszani, a Concerto da Mozart című műve, nemcsak a zenekarnak, hanem a békésének is nagy kedvence. Fogadjál szeretettel!
műsorszámunk visszavezet minket az 1600-as évekbe. Két reneszánsz dalonat hallhatunk. Todd Salter állította össze ezt a két tételt, és a fúvó zenekarunkban, mert nem látszanak, mert hátul ülnek kisebbek, vannak olyan gyerekek, akik csak fél éve járnak a fúvó zenekarba. Álljatok föl, légy szíves, kik azok? Fél éve. Fúvolás kisfiú, Balázs, ő pedig hat napja. Meg még lehet, hogy van egy azért szerettem volna elmondani, hogy így hallgassák a zenekarunkat. Nagyjából 2-3 évente kicserélődnek a tagjaink, ugyanis ez egy utánpótlás zenekar a Vasutas fúvózenekarnak Békés Csabáról. És akkor a két reneszánsz tétel. Hallgassák, sok szeretettel! Azt a címet viseli, hogy Zarathustra a la Viva Las Vegas. Fogadják sok szeretettel a Mazsara csoporttól is az állapotot.
Kedves közönség, hát ahol nagyban rendben itt hamarosan fogunk találkozni egy elkövett, sivatagból érkező karavánnal bevonulókkal együtt. Itt egy rögtönzött vásárt fognak nekünk tartani, ebben a vásárban találkozhatunk hercegnővel, mutatványossal, kígyó bűvölővel, de a végén, nem kell megérni, a beduinok úgy gondolják, hogy nincs egyszerűen, úgyhogy kell mennek vissza a sivatagba. Következik a Perzsavásár című bűvő. Thank you.
Következik Walter Arnold, Instant koncert című darabja. Azt egyszer megszámoltuk, hogy hány darab van összegyúrva ebben a nótába, komoly zenék. Akinek van kettő és jól tőle van, számolja meg és a végén mondja meg. Thank you.
együttesünk következő számát csak a Fullhouserban fogja önömmel előadni. És hát ki ne ismerné, talán itt a teremben mindenki szerintem Kós Jánost. Így most következzék az 1968-as Tánzzal Fesztivál győztes dala, amit nem más, mint Szenes és Iván írt, és ez nem más pedig, mint a Kislány a zongoránál. Fogadják a zenekart, hogy szeretettel.
főleg közben egy másik hazai kedvenc, a Chess Bombálgatás fognak hallani. És hogyha vannak esetek bátor szellemi vállalkozók, társas táncosok, akkor nyugodtan lehetünk és táncba lehet. Thank you.
produkció lesz a Mazsaret csoporttal együtt. Meg fogunk örömnek zeneinsíteni egy nagyon nagy embert, akit úgy hívnak, hogy Herkules. 1999-es animációs filmből fogjuk előadni önöknek most a Zero to Hero című nagy sikerű dal. Fogadják szeretettel tőlünk!
következzen hasonlóan népszerű dallam, a Genghis Khan együttestől a Moszkva című dal. Fogadják szeretettel! Thank you.
Együttesen követői számokként következik egy nagy sikerű magyar sláger, 1980-as évek, a szágoldásról lesz benne szó, mégpedig a Forma 1-es futamokra íródott, következik a Neoton Familiától a 221 című szám. Thank you.
Krezsen elkezdeni az utolsó kört, nem akarok számára. A következő egy világsláger, Szófia. Fogadja szeretettel. Tisztelünk a focisták előtt, ugyanis egy focis dal fogunk játszani, mégpedig 2010-ből Dél-Afrikából egy nagyon jó kis világbajnok dalt fogunk játszani. Thank you.
Kedves közönségünk, mielőtt mi az utolsó számunkat bekomponálnám, engedjék meg nekem, hogy becsöljön egy picit ide a úgymond jobb felemet, aki ezeket a gyönyörű koreográfiákat készítette, az együttes művészeti vezetőjét és koreográfusát, Szalai Erzsébetet. És akkor az együttesünk befejező számoként következzék egy nagyon jó zene, mégpedig egy funky diszkó egyverget fogunk önöknek előadni, nagy sikerű számokkal, ismert számok fognak benne szerepelni, szórakozzanak velünk! Önök is jól nézték magukat, Bagol Lacinak azt szeretném mondani, hogy Laci, nagyon szívesen jöttünk, hívjál önöket máskor is. Köszönjük szépen! És búcsúzóan egy világos neget játszunk, mi is Zvédingben.
kedves vendégünk ezen a mai hangversenyünk végére értünk. Köszönöm szépen Jancsó barátomnak, Pistának, Balázsnak és a zenekarnak, hogy másodjel velünk voltak és hozták a remek hangulatot. A különbségnek az, hogy ebben nagyon nagy jelenben kitartottak mellettük, remélem, hogy nem bánták meg. A műsorunk végére egy záró számmal készültünk, az pedig nem lesz más, mint a Szamos Mellett induló. És kérem szépen a zenekarokat, hogy a mi ütőseink üssék a kísérletet csak, és a Jáncsitól pedig egy nagy dobot szeretnék kérni, a többiek pedig figyeljetek.